Sziasztok, ez itt a Street Kitchen, én pedig Luca vagyok, a konyhafőnök egyik versenyzője, és ma elhoztam nektek a legrosszabbul sikerült ételemet, ami a finális desszertem volt. Ma megpróbálom nem kutyakaki alakban megmutatni ezt nektek, el fogjuk készíteni együtt, hogy ti is megcsinálhassátok otthon. Először is 250 g szoba hőmérsékletű vajat ki fogunk keverni 200 g por cukorral. Ezzel meg is vagyunk. Gyorsan bekapcsolom a sütőt 180 fokra, mert azonnal elkészülünk. Most beleütök 4 darab egész tojást, és egy kicsit kihabosítom. Itt majd arra figyeljetek, hogy ne verejétek túl a vajat, mert akkor kicsapódhat, most pedig tegyük bele a 4 darab banánt. Ebbe, ha szeretnétek, tehetek nyugodtan fahéjat, vaníliát, tonkababot, ki hogy szereti. Én nagyon szeretem természetesen a banánnak az ízét, és most elkezdjük tovább habosítani az egészet. Végül pedig egy csomag sütőport, összekeverünk 300 g liszttel, és ezt szépen apránként bele fogjuk keverni, és tovább habosítjuk az egészet. El is készült a piskótánk, most pedig fogunk egy tapadásmentes tortaformát, ezt ki is vajazhatjuk, vagy lisztezhetjük, hogyha szeretnénk. Ebbe fogjuk betölteni a banános piskótánkat, és egy olyan 20-25 perc alatt a 180 fokon készre sütjük. Most pedig felteszek egy kis vizet forni, mert gőzfürdő fölött össze fogunk olvasztani 120 ml tejszínt és 250 g étcsokoládét. Amíg olvad a csoki, addig beáztatok 3 zselatinlapot. A zselatinunk megszívta magát, egy kicsit kinyomkodjuk, és a meleg tejfínes csokiba felolvasztjuk az egészet. Ezt most lehúzzuk, hagyjuk egy kicsit hűlni, és addig felverik a maradék tejszínt. A csokin ki is hűlt, úgyhogy szépen összekavarjuk most a felvert tejszínhabban. A homoktövises réteghez először is újra beáztatom a zselatinlapokat. Amíg ez megszívja magát, addig összemelegítjük a homoktövis pürét a porcukorral. A zselatint kinyomkodjuk, és beledobjuk a homoktövisbe. Elkészült a piskótánk. Ezt megvárjuk, még kihűl, félbevágjuk, az alját megtöltjük a csoki musszunkkal, ezt most berakjuk 20 percre a hűtőbe, hogy egy kicsit megbörösödjön a teteje, majd ha elkészült, ráöntjük a homoktövis pürét. Visszarakjuk egy 10-15 percre a hűtőbe, és már tálalhatunk is. Elhoztam nektek az egyik kedvenc ételemet, ez pedig nem más, mint a céklás kacsamell, amit most újra elkészítünk egy új köntösben, lássunk is hozzá. Először a kacsamelleket fogjuk elkészíteni, amit apró kockákra vágunk, és egy kis olívaolajon lepirítunk. Sózzuk, borsozzuk, illetve kap még egy kis oregánót és kakukkfüvet is. Ha már eléggé megpirultak, akkor adunk hozzá egy kis vörösbort, és még egy kicsit tovább főzzük. Amíg tovább párolódik, addig felvágom az angolzellert és a sárgarépát, és egyszerűen csak hozzáadom. Meghámozzuk a céklánkat, belerakjuk a turmixgépbe egy kis vajjal, egy pici tejszínnel, egy pici narancslével, és jól összeturmixoljuk. Teszünk bele egy kis sót, borsot és egy icipici mézet. Ráöntök egy kis céglapürét a kacsámra, jól átforgatom, majd felvágom a nyers céklámat és az almát, és utána tálalunk. A cékla és alma mellé még egy kis angol zeller is jöhet rá. És a végén pedig megszórjuk egy kis darabolt dióval. Hogyha tetszett a céklás kacsás receptem, akkor készítsétek el ti is, kövessétek a Street Kitchent minden felületen, és jó étvágyat hozzá! Sziasztok!